A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén vagyunk, a Tarnavidéki Tájvédelmi Körzetben, ahol is található egy agykő tanösvénynek nevezett bemutatóhelyünk, és ez a bemutatóhely egy kicsit már azért elromlott állapotban van, és ennek kapcsán kicseréltük az egyik tanösvénytáblát, mivel a tartószerkezete az kidőlt, ezután pedig a nagykő fölötti tetőn, ami korábban egy legelő volt, elindult egy ilyen cserésedési, visszaerdősülési folyamat. Nagyon sok olyan állat és növényfaj telepedett itt meg, ami kimondottan ezt a nyílt gyepet, illetve ezt a félig zárt erdőszéli területet kedveli. Ezeknek próbálunk meg segíteni a fennmaradásukban azzal, hogy ezeket a felnövekvő cseréket egy kicsit megritkítjuk. Ugye ezeknek a réteknek a kezelése ma már mai eszközökkel nem gazdaságos, nehezen hozzáférhetőek. Azért kértünk a Varázslatos Magyarország közösségtől segítséget, mert emberi erővel, mint ahogy évszázadokon át ezeknek a kezelése történt, sokkal könnyebben megoldható. Az én cégem a RÁV Tűz és Munkavédelmi Kft. Azért támogatja ezt a rendezvényt, ugye mi tűzmunka és környezetvédelmi cég vagyunk, és fontos számunkra maga a környezetvédelem. Szeretünk kirándulni, szeretjük a természetet, és hát nagyon bosszantó, amikor elhanyagolt dolgokat látunk, vagy amikor azt látjuk, hogy valaki egy 2 literes vizes vakont felbír cipelni a hegyre, de már vissza nem. Már egy nagyon-nagyon jó csapattal vagyunk itt most a hegynek a tetején, talán látszik is, hogy milyen gyönyörű környezetben. Hát a fiúk nagyon nagy erőfeszítéssel felcipeltek egy tájékoztató táblát, amit el is helyeztek végül, és most pedig a terepen olyan növényektől tisztítjuk meg a területet, amiknek itt igazából nincs helye, és zavarják a meglévő növényvilágot, úgyhogy gyakorlatilag én azt gondolom, hogy nagyon jó munkát végzünk, egy nagyon hasznos munkát, és amellett jól érezzük magunkat, egy jó kis kirándulás volt, jó kis emelkedőkkel, kaptatókkal, kis csapatmunkával, úgyhogy ennél jobban nem terhet egy nap. Nagyon örülünk a lelkes önkénteseknek. Óriási jelentősége van annak, hogy civilek felismerik, hogy mennyire fontos az, hogy a természeti kincsek megőrzéséért saját maguk, a saját hatáskörükön belül, akár a két kezükkel, szabadidejüket feláldozva tegyenek valamit, és reméljük, hogy ennek Magyarországon is Nyugat-Európához hasonlóan számos követője lesz.